Cukor Adolf 1873-ban született Ricsén. 16 évesen vándorolt New Yorkba, ahol ötleteivel és üzleti befektetéseivel gyakorlatilag megalapozta Hollywood ismertségét és jelentőségét. Ő alapította meg a Paramount filmvállalatot, tevékenysége előtt az egész filmes világ tiszteleg. Ennek ellenére eddig nem volt a nevét viselő filmfesztivál. Ezt a fesztivált egy embernek az emléke kapcsán hoztuk létre, aki szerintem egy igen fényes csillaga a filmezés égboltján, úgyhogy ennek megfelelően igyekszünk a fényvárosához megfelelően passzoló, fényes és mutatós fesztivált felmutatni. Igyekeztünk olyan esztétikai lehetőséget kihasználni, ami ezt minél jobban megtámogatja. Igyekeztünk a zsűrit úgy támogatni, hogy olyan alkotások érkezzenek erre a fesztiválra, ami méltán büszke lesz rá, nem csak a város, hanem maga a fesztivál szervezősége, mindenki, aki minket támogat. A Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, a világ minden tájáról érkeztek alkotások, amelyek versengenek majd a díjakért. Ez a fesztivál ez nagyon-nagyon különleges lesz, hiszen mint a fesztivál nemzetközi igazgatójától, Bokor Balázstól megtudtuk, hogy nem csak magyar, hanem külföldi vendégek is fognak érkezni, és ezek a külföldi vendégek, hát bízunk benne, hogy emelni fogják a fesztiválnak a színvonalát, és hát az emberek egyáltalán magára a filmre, a filmkészítésre, hogy ez az egész hogyan zajlik, erre nagyon kíváncsiak lesznek, ezzel kapcsolatosan lesznek kerekasztal beszélgetések, ahol szakemberek, meghívott szakemberek fogják elmondani, hogy a filmek azért nem úgy készülnek, hogy csak úgy fölveszik őket, hanem ott nagyon komoly utómunkálatok vannak, valamint hát arról is szó fog esni, hogy a jövőben ezek a filmek, ezek vajon hogyan is fognak kinézni, ugye ezeket a forgatókönyv dönti el, és hát ahogy szintén szó esett róla, el fog jönni Rádú György, a Nemzeti Film Archívumnak a vezérigazgatója is, ő is el fogja mondani, hogy hogyan mentjük meg most mi magyarok a filmjeinket, és hogyan próbáljuk az utókor számára ezeket a filmeket egyáltalán megtartani, valamint lesznek már elkészült magyar filmek, azokkal kapcsolatban is lesznek kerekasztal beszélgetések, a témáját illetően, a film témáját illetően. Tehát nagyon érdekes lesz ez az egész hétvége, amit augusztus 12 és 14 között fogunk látni. Máté Szalka polgármester azt mondta, minden várakozásokat felülmúlta a fesztivál iránti szakmai érdeklődés. Meghatároztunk célokat, hogy milyen részvételt szeretnénk, hány országból lenne jó, ha pályázatok érkeznek. Ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy a középtávú 4-5 éves tervünk az első évben teljesült. Ez minden várakozásunkat felülmúlja. És én pedig polgármesterként nagyon büszke vagyok arra, amikor itt vitatkoznak már mellettem a szakemberek, hogy a 3 napban hány olyan nemzetközi szinten is kimagasló alkotást lehessen bemutatni, hogy a nézőközönség minél több ilyen gyöngyszemet meg tudjon tekinteni, hiszen a egyik legfontosabb szakmai díj, ugye Cukor Adolfnak volt a híres mondása az, hogy a közönség soha nem téved, a közönség díj lesz. Tehát ebben is különleges ez a filmfesztivál. Mi Máté Szalkán egyébként minden döntésünket úgy hozzuk, hogy a lakossággal szorosan együttműködve, na most a filmrajongókkal szeretnénk együttműködni abban, hogy a számukra legjobb filmet válasszák ki, és ez a nemzetközi filmfesztivál egyik legfontosabb díjazottja legyen. A beérkezett alkotásokat nemzetközi zsűri fogja szakmailag értékelni, mondta Bokor Balázs, a fesztivál nemzetközi igazgatója. Volt egy vita, de a végén abban maradtunk, hogy nemzetközi lesz a zsűri, de magyar. Na most ez látszólag ellentmondás, de mégsem az, hiszen külföldön élő dolgozó és Magyarországon élő dolgozó filmes szakemberek lesznek a zsűriben, 2 Amerikából, Los Angelesből, Hollywoodból, 3 pedig Magyarországról. A zsűri elnök
barátja Hargitay László lesz, Balázs Béla díjas filmvágó. Említettem, hogy a filmeket általában rendezők, főszereplők, operatőrök határozzák meg név szerint. Nem tudjuk, ki a vágó, viszont ha a vágó nincs ott, akkor nem készül el a film, mert ő kezéből jön ki a végső produktum. Tagja lesz Bunyik Béla, Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál alapító igazgatója, Sinkovics Géza, Los Angelesből operatőr, és Pikali Gerda, magyar ismert színésznő, valamint Buzogány Béla Máté Szarkáról. A filmeket az érdeklődők ingyenesen nézhetik meg. A fesztivált augusztus 12-e és 14-e között rendezik meg Máté Szalkán a Cukor Adolf Filmszínházban.